A kutatás keretében 30 európai országban egy főbb demográfiai mutató szerint reprezentatív mintán mérik, hogy mik az európaiak attitűdjei, véleményei a fontosabb közéleti kérdésekben, mondta el nekünk Hortai Olivér, a Századvég Gazdasági Folyamatok Kutatóintézet igazgatója. És azt tapasztaljuk ezekben a kutatásokban, hogy a főbb témákban bár azt érezhetjük sokszor a média beszámolók alapján, hogy Magyarország egyedül marad a véleményével Európai Uniós szinten, de ez a közvélemény tekintetében nincs így. A főbb témákban, migrációban, szankciós politikában, a háborúval kapcsolatos hozzáállásban, vagy a főbb energiapolitikai, gazdaságpolitikai kérdésekben az európaiak rendre azon az állásponton vannak, amilyen álláspontot Magyarország is képvisel. Hortai Olivér két fő területe, amelyet képvisel a kutatásban, a gazdaságpolitika, illetve az energiapolitika. A kutatás energiapolitikai szempontból egyedülálló, tudnélik a korábbi adatfelvételek mind-mind megelőzték a főbb eseményeket. Hát 2021-ben, augusztusban és szeptemberben történt az adatfelvétel, az energiaválság első nagy ártüskéje októberben volt. Utána a következő adatfelvételre 2022. januárjától február 15-éig került sor, február 24-én robbant ki az orosz-ukrán konfliktus, utána volt egy adatfelvételünk 2022 őszén, amikor a szakértők a legsötétebben látták a helyzetet, tehát ez világszinten egyedülálló, hogy mi a kutatásunkban tudjuk mérni az egyes események hatásait. Ugyanígy más témákban is végeztek a szakemberek feltérképezést 30 ezer ember megkérdezésével, mint a migráció, keresztény kultúra megőrzése, a családok és gyermekek védelme, az orosz-ukrán háború és a Kínával való kapcsolat, ami kutatási eredményekről egy kerekasztal beszélgetés keretein belül kaptak információkat az egybegyűlt érdeklődők.